pótszarv. Indiai orrszarvú Rhinoceros unicornis. Már hónapokkal korábban tudható volt, hogy a két afrikai mellé végre egy indiai egyedet is beszerez az állatkert. Mióta a vadon élő példányok megritkultak, egyes alfajok ki is haltak, különös jelentőséget kapott az állatkerti rinómentő program. Dr. Narvált, az állatkerttel szomszédos múzeum igazgatója hívta föl, rendeznek egy időszaki tárlatot a grafikai kabinet rinó ábrázolásaiból, a középpontban természetesen Dürer fametszete lesz, és szívesen tartanának egy konferenciát is, ha dr. Narvált még mindig érdekli a téma. A dolog előzménye az, hogy 2015-ben, amikor épp 500 éves volt a Dürer metszet, írt az igazgatónak, illene foglalkozni a dologgal, elvégre a világ leghíresebb állatábrázolásáról van szó, amelyből a múzeum is rendelkezik egy nyomattal. A nemzetközi érdeklődés adott lett volna, komoly előadók jelezték, hogy eljönnének, az alkotó magyar gyökerei miatt pedig megvolt a kultúrpolitikai hátszél is. Végül mégsem lett pénz a konferenciára, a római ezüstnemű visszavásárlása kampányfeladat lett, és fölemésztett mindent. Akkori levelezése nyomán dr. Narvált a szakma a rinocérosz ábrázolások szakértőjének kezdte tartani, s hiába ment nyugdíjba, egykori egyetemén, mint professzor emeritus tovább vitte legendás rinó kurzusait, amelyeket más szakok diákjai is fölvehettek, és vendég előadóként szinte minden földrészre eljutott Reneszánsz Bestiárium című PPP előadása. Mivel az állatkert új szerzeménye indiai rinocérosz volt, ahogy a Dürer metszeten megjelenő állat is az, így indokolt volt a konferencia ötletének felmelegítése. Az igazgató, aki időközben újabb funkciókat kapott, egyebek között rábízták egy kortárs galéria vezetését is, elhatározta, hogy a múzeumi tárlattal párhuzamosan pályázatot ír ki, és kiállítást rendez a Dürer metszet mai parafrázisaiból, de mivel a képzőművészeket eleve iskolázatlan ösztönlényeknek tartotta, talán olvasni sem tud mind, arra kérte Narvált, tartson egy fejtágítót a jelentkezőknek. Nem bánom, jöjjön oda péntek délután maga is, ajánlotta dr. Narvál Diánának, a latin szakos doktorandusznak, aki témavezető adjunktusa javaslatára azzal hívta föl, hogy egy 1515 körül írt latin nyelvű dokumentumban, illetve a latin szövegbe kevert magyar nyelvű töredékekben aligha nem a rinocérosszal kapcsolatos utalásra bukkant. A szőke, kékszemű, magas lány kedvéért, aki 7 perccel a kezdés előtt már ott volt, és 7 perc alatt sikerült is levenni a lábáról a professzort, majd türelmesen végigülte a másfél órás előadást, dr. Narvál olyan részletekre is kitért, amelyekre a korlátolt, és annak is látszó, művészek miatt tényleg nem lett volna fontos kitérnie. Diana természetesen észrevette, hogy a férfi neki akar imponálni, ami azt illeti, nehéz lett volna nem észrevennie, hiszen szinte végig az ő tekintetét keresve szónokolt, és azzal hálálta meg a figyelmet, hogy az előadás alatt látványosan jegyzetelt. A jegyzetek tömör, na jó lehet, hogy a szükségesnél egy kicsit hosszabb, összefoglalóját te sem úszod meg, olvasó, a műveltségedben tapasztalható jókora növekmény mellett gondolj arra, hogy neked is épp imponálni akarnak, s így módon akár a gyönyörű doktorandus helyébe is képzelheted magad. Az észak-nyugat indiai Gujaratból származott, kezdte dr. Narvál a rinocérosz életrajzát,
Az ott uralkodó második Muzaffar szultán 1514-ben ajándékozta az akkor már kifejlett bikát, saját nyelvén Gandát, Afonso de Albuquerque hercegnek, az indiai portugál területek alkirályának a kölcsönösen előnyös diplomáciai kapcsolat felvétel emlékére, ami a politika nyelvén a gyarmatosítási szándék udvarias visszautasítását jelentette, világosabban fogalmazva Diu szigete helyett egy rinóval kellett beérniük a portugáloknak. Mint hogy a herceg értett a jelképek nyelvén, nem igazán kedvelte meg a Gandát, és az első adandó alkalommal tovább is ajándékozta királyának, első Emmanuelnek. Az alkalom a következő év elején adódott, ekkor indult hajó az anyaországba, Francisco Pereira Continho kapitány, irgalmas miasszonyunk nevű karavellája átszelte az indiai óceánt, megkerülte a jó reménység fokát, majd a Szent Ilona és az Azori szigetek érintésével gyors, mindössze 120 napos vitorlázás után május 20-án futott be a lisszaboni kikötőbe, s lehorgonyzott a Belém torony mellett, pontosabban ott, ahol éppen azokban a napokban kezdődött meg a torony alapozása. Nehezen hihető, hogy ne időzítették volna a megérkezést épp május 20-ára, az volt ugyanis a hajózás napja Portugáliában, 17 évvel korábban ezen a napon érte el Indiát Vasco da Gama, akinek épp az épülő toronnyal kívántak tisztelegni. A párkányzat faragványai közt ma is láthatók díszes orszarvú fejek. Néhány éve, amikor dr. Narvál egy akadémia ösztöndíj révén Lisszabonban járt, alaposan körbefotózta az épületet, közönségének természetesen ezeket a diákat is levetítette. 1515 kora nyarán gyorsan szerte futott a különleges állat híre, noha orszarvút nem nagyon láttak még Európában, legalábbis a Római Birodalom bukása óta nem, a Kolosszeum avatására állítólag szereztek néhány példányt, egy titokzatos egyszarvú lényt, más néven unikornist, viszont óriási kultusz övezett. Ő volt az a fékezhetetlen teremtmény, aki csak úgy szelidül meg, sőt válik kezes bárányjá, ha egy szeplőtelen szűz megszoptatja. Ez a passzus alig, hanem csak Diana, illetve az ő szemérmesen megrezgetett szempillája miatt került az előadásba, szoptató szűzet ábrázoló diával ugyanis nem készült a professzor. A népek könnyedén túltéve magukat a miniatúrák kecses címerállata és a böszme jövevény közti nyilvánvaló különbségen azonosították őket egymással. Igaz, a tudomány sem segített a pontos elkülönítésében, mert a leghitelesebbnek tartott szerző Plinius leírása alapján sem volt könnyű eldönteni, vajon orszarvúról vagy unikornisról értekezett a bölcs. A teste lóra emlékeztet, a feje szarvasra, a lába elefántra, a farka pedig vaddisznóra, mély hangon bőg, egyetlen hosszú, fekete szarv nyúlik ki a homloka közepéből. Emmanuel király, aki hitt is meg nem is tudósainak, úgy döntött, maga jár a dolog végére, és bár szeplőtelen szűzet, aki az állat megszoptatását vállalta volna, nem talált, enyhe píra a doktoranduszi orcán, a Naturalis Historia egy másik passzusát, azt, amelyik a rinocérosz és az elefánt ősi kibékíthetetlen gyűlölködéséről szólt, könnyedén ellenőrizhette, mivel több elefántot is nevelt udvarában. Dr. Narvál töltötte a buborékos ásványvízből, szóval töltött a buborékos ásványvízből, meglazította orszarv mintás sejem nyakkendőjét,
Figueresből a Dali Múzeumból hozta egy hódolója, és elégedetten konstatálta, hogy a körülbelül 30 fős hallgatóságból 3-4-en bepötyögnek valamit a mobiljukba, vélhetően a Naturalis Historia szavakat. Az idősebbik Pliniusnál keressék, mondta jóindulatúan. Június 3-án Szent Háromság ünnepén került sor a kísérletre, amikor a király egy alkalmi arénában összeeresztette az orrszarvút elefánt istállójának egy fiatal egyedével. A vérfürdő szerencsére elmaradt, a megilletődötten ácsorgó állatoknak eszük ágában sem volt megoldani a tudományos problémát, a fogdmelget knugatására legfőjebb némi fújtatást és trombitálást produkáltak, majd miután az orrszarvú toporzékolt is egy keveset, az elefánt pedig elkullogott, így aztán az előbbit hirdették ki győztesnek. A nézők közt volt egy Valentin Fernández nevű, Morvaországból származó, ám már vagy 20 éve Lisszabonban élő fordító nyomdász és könyvkiadó, akit igencsak lázba hozott a különös állat, lévén ő fordította, nyomtatta és adta ki Marco Polo ázsiai útirajzát, amelyben említést tétetik egy furcsa oroszlán szarvónak nevezett lényről, amelyről azt gyanította, hogy azonos lehet a királyi rinocérosszal. Marco Polo biztos nem unikornist látott, mert az iszabban dagonyázó vastagbőrű disznófejű rondaságot maga sem tudta elképzelni egy ártatlan szűz harmatos kebelére hajolva, az átlagosnál mintha egy gondolatnyival tovább kapcsolódott volna össze Diana tekintete a professzoréval, de azért sem lehetett unikornis az illető, mert két szarva volt. Két szarv, emelte magasba mutató ujját a professzor, jegyezzék meg, mert okoz még némi galibát az a bizonyos második tülök, vissza is térünk rá hamarosan. A kinti nap sugara a vetítővászon egyre nagyobb felületét árasztotta el, be kellett volna húzni a függönyt, amit dr. Narvál a terem levegőtlensége miatt elvetett. A vetített képeken, amelyeket többnyire a netről töltött le a professzor, a festett és rajzolt unikornisok egyre kevésbé látszottak, Diana viszont pompásan tündökölt a Duna felől áradó délutáni fényben. A morva, akinek sok német levelező partnere volt, folytatta a professzor, meg is írta mindjárt, milyennek látta az állatot, talán egy hevenyészet rajzot is tett ott a borítékba, ami aztán, tudnilik az írás és a vázlat, eljutott Nürnbergbe, ahol Albrecht Dürer kezébe került. Egy hasonló üzenet talált meg egy másik jeles német művészt, Hans Burkmaiert is Augsburgban. Neki is láttak mindketten, hogy megcsinálják a maguk rinocéroszát, lelkesíthette őket a kihívás, hogy elsők lehetnek, akik megörökítik az ismeretlen lényt, és persze üzletet is láthattak a dologban, ezért aztán fametszetet terveztek, vagyis nagy példány számban piacra dobható nyomtatott grafikát. Jócskán megelőzte azonban a németeket egy firenzei orvos, bizonyos Giovanni Giacomo Penni, aki 40 nappal a lisszaboni csata és 54-jel a partra szállás után már versben írott tudományos könyvet adott ki a rinocéroszról, a portugál királyi flotta kapitánya által hozott rinocérosz alakja, természete és szokásai, valamint az új szigetekről származó egyéb gyönyörűségek címmel. Ne csak a kiadás sebességén ámuljanak el, a példányszám is hatalmas lehetett. Erre az egyetlen fennmaradt és 2260-as sorszámot viselő kötet alapján következtethetünk, amelybe az egykori tulajdonos a nevét is beírta, Fernando Columbu. Tudják-e ki ő? Csak nem
Jézus Krisztus fia emelte föl karcsú kezét, pink körömlak, szerényen a doktorandusz. Ó, de a kisebbik! Doktor Narvál egészen berekedt a gyönyörűségtől. Van a címlapon egy fametszet, amely rinocéroszunk első hiteles ábrázolásának tekinthető. A kezdetleges és egy orszarvúhoz csak alig hasonlító metszetről volt egy közeli jó minőségű reprója. Nehéz elhinni, hogy alkotója hasonló vázlat alapján dolgozott, mint a németek, van azonban egy apró, ám a későbbiekben fontossá váló részlet, amely miatt mégis gyanakodnunk kell rá. Az állat melső lábai össze vannak kötve, ugyanúgy, ahogy Burgmair képén is. Ilyesmit magától nem talál ki az ember. Ha ezek ketten összebékjózott lábbal rajzolták meg a rinót, akkor az a nekik küldött rajzon is úgy volt, összekötözött lábbal viszont nem lehet harcba szállni egy elefánttal, ezért kettejüknek aligha Valentin Fernandez volt az informátora, aki Manuel király porondján látta a rinocéroszt, hanem olyas valaki, aki korábban például a megérkezéskor találkozott vele. A doktorandusz intelligensen bólintott, majd rosszallón pillantott egy grafikus felé, aki már másodszor kapta vissza lecsukló fejét apró horkantás kíséretében. De kanyarodjunk vissza Dürerhez, mondta a professzor, és közönségétől engedélyt kérve, ám természetesen csak Diana jóváhagyó bólintását lesve, levette a nyakkendőjét. Később újabb udvariaskodás után a zakóját is le fogja venni. Elvégre az ő munkája, Dürer munkája révén híresült el az állat, az ő rajza és főképp az ő metszete jóvoltából lett, a rinocérosz az, ami. Az állat pontos mása, olvashatjuk a metszet fölötti szövegben, de fogadják erős fenntartással a kijelentést. A többszörös áttétel során, még ha nem is feltételezünk szándékos átalakítást, igencsak meg kellett változzon a lény. Valentin Fernandez objektív megfigyelésre nem épp alkalmas szituációban, harc közben, vagy legalábbis harcra készülvén látta az állatot, vagyis a szöveggé, levél és képpé vázlatrajz formált látványon a militáns jegyek fölerősödhettek. Mint hogy a kép fölé szedett szövegre is a harciasság a legjellemzőbb, ne csodálkozzanak, hogy Dürer eleve egy tank, egy csatagép ideájával ült le rajzolni. A rajzot aztán a fametszet nehézkesebb technikájához némileg átalakítva, tán a faducra is átkopírozva odaadta a metszőnek, aki bármennyire is iparkodott a mester vonalait követve, mégis elváltoztatta azt némileg, mondhatni elandreásította az illető Formschneider, ugyanis Hieronymus Andrea volt, akivel Dürer folyamatosan dolgozott. Egy hatalmas szarv Andreának az 1521-es holland útról hozta az egyszerre jelképes és praktikus ajándékot, ami emlékeztetheti a kollégát az időközben sikerdarabbá vált közös metszetre, a rinocéroszra, és persze utalhat a terjedőben lévő hiedelemre is, a rinó tülöknél nincs jobb afrodiziákum. Dr. Narvál észrevette, hisz egyfolytában őt nézte, hogy a doktorandusz lejegyzi a szót, ezért még egyszer kimondta, afrodiziákum. Egyelőre azonban még csak készül a híres metszet, s hogy jobban ismerjék és értsék, olvassák végig a fölé szedett szöveget, azt, amelybe az imént csak belekaptunk. Dr. Narválnak sajnos el kellett fordulni a szőke lánytól, amíg a táblán írt. Krisztus után 1513-ban, május 1-én
ez ugye hibás ez a fölirat, Lisszabonni Manuel, Portugália hatalmas királya egy élő állatot hozatott Indiából, amelyet rinocérosznak neveztek. Ez az ábrázolat az állat pontos mása, színe a foltos teknőcé, és testét majdnem teljességgel lépcsős vastag lapok fedik. Akkora akár egy elefánt, de lábai rövidebbek, és majdnem tökéletesen sérthetetlen. Erős és hegyes szar van az orra hegyén, amelyet köveken élesít. Az elefánt halálos ellensége, az elefánt féli a rinocéroszt, mivel ha találkoznak, az fejével beront az elefánt lábai közé, felhasítja annak hasát, ami ellen az elefánt képtelen védekezni. A rinocérosz oly tökéletesen védett és felfegyverzett, hogy az elefánt nem bír kárt tenni benne. Úgy hírlik, a rinocérosz gyors, zabolátlan és galád. Az első mondat, igaz, hogy elhibázott dátummal, ugyan még utal a lisszaboni egyedre, aztán viszont általánosságban mutatja be az állatot, sokkal inkább kötődve a Pliniusnál olvasottakhoz, semmint ahhoz az orszarvúhoz, amelynek ürügyén a metszet készült. Bár a szöveg a naturalis historiát idézi, a képen a természettudomány hűvös tárgyilagossága mellett a fölfűtött képzelet jegye is fölsejlenek. Vagy önkéntelenül keressük őket, hiszen oly jellemzők a korra, a német nyelvtörőtre meg pláne. Vajon a teuton lélek borzongásra való hajlama lenne erősebb, mint más nációké? Talán jobban hittek abban, hogy az üdvözülés felé a borzalmak bugyrain átvezet az út, s a bűnbocsánat ostyájának édessége a rettenet keserűje után ízlik igazán, vagy egyszerűen csak jobban dokumentált a szörnyekhez való viszonyuk. Arra az apokaliptikus rém invázióra, hagymázas démon sereglésre, amely a 15. század második felétől öntötte el a német festő és grafikai műhelyeket, minden esetre sehol máshol nem volt példa. Schongauer és Wolgemut, Hopfer és Baldung, Bosch és Bröckel. Jusson eszünkbe, hogy a látványos képzőművészeti karrierjét éppen akkoriban kezdő Szent Antal állandó megkísértői közt is ott volt az unikornis, aki, mint például a német szörny specialista Niklaus Manuel Deutsch oltárképén, olykor a homloka helyett az orrán hordta a szarvát, vagy mint Grünewaldén rinocérosz bőrt öltött magára. Dr. Narvál szerényen felitatta a homlokán gyöngyöző izzadságcseppeket. Ez a rész sosem sikerült még ilyen hatásosra, elégedetten dőlt hátra, legfőképp azért, mert a doktorandus szemében is valami elismerés félét látott fölcsillanni. Milyen jó, hogy a függöny nem lett behúzva. Burkmair és Dürer nem csak bestiológusként voltak ismertek, esetükben a természetrajz iránti általános vonzalom is közismert volt. Burkmair a boríték készhez vétele előtt végzett egy indiai elefánt fába metszésével, amely Miksa császár diadalmenetében lépkedett, és már elkészült a nagy szárnyas oltár Szent János Patmos szigetén, amely majd a trópusi flóra és fauna első hiteles ábrázolásaként fonul be a művészettörténetbe. Dürer natúráiról sokan tudtak, a vetített képeken nyuszi szarvasbogár, denevér, bagoly, pirók, rák, de inkább az egzotikus lények iránti érdeklődése olykor gyermeki túlzásba vitt vonzalma okozhatta, hogy őt is megcélozta a levél. Metszett szijámi vaddisznót, rajzolt, partra vetett óriásbálnát, festett rajzos rozmárfejet, és begyűjtött mindent, amiről azt hitte, hogy az idegen világokból érkezett. Goethe valahol fel is rója neki, minő felelőtlenség volt, hogy nagyszerű alkotásait
papagáj tollakra cserélgette. Németalföldi úti naplóját olvasva, hosszadalmas lista kerekíthető a megvásárolt, cserébe vagy ajándékba kapott exotikumokból. A már emlegetett hatalmas szarv mellett kókuszdió, elefántcsont koponya, teknős páncél, csigaház, kagylóhé, pézsmagolyó, kandírozott halbőrpajzs, citromhé, jávorszarvasköröm, cirbolyafenyő toboz, óriás haluszony, bambusznád és kapribogyó. A drága gyűjteményt, amelyet egy idő után már cipelni sem bírt, fuvarost kellett fogadnia, hogy 32 vámhatáron át hazajuttassa Nürnbergbe, alig hanem katalogizált példatárnak szánta, amelyből alkalomattán előhúzoghatja azokat az elemeket, amelyekkel egy-egy eladdig ismeretlen lény részletei majd grafikailag megoldhatók lesznek. Bizonyára sokszor eszébe jutott Horácius Ars Poetikája, olykor tán idézte is, hiszen ő is jól tudott latinul, apró, ám azonnal nyugtázott gesztus a szőke doktorandusz felé, a vers kezdősorait, amellyel a költő épp az ilyen testrészeket összedobáló művészet fölött élcelődött. Hogyha egy asszonyi főt lónyakra helyezne a piktor, és rikító színű tollakkal díszítené az összedobált testrészeket, úgyhogy a fönt takaros nő halfarkat kapjon csúfat feketét legalúrra, látva barátaim ezt, tudnátok-e nem kinevetni? Ám hiába érti a verset, ugyanúgy jár el, ahogy a megidézett piktor, nézzék csak közelről, vetíteni kezdi a beszkennelt rinocérosz metszet felnagyított részleteit, könnyen leleplezhető a technika. Ne legyen kétségük, Dürer bizony, teknős béka páncélt, halpikkelyt, cet agyarat, fenyőtobozt másolgatott, miközben megpróbálta elképzelni a sosem látott állatot. A Pliniusnál olvasott különös hadviseléshez, hogy tudnélik, az elefánt hasa alatt szaladgál, praktikus lenne egy éles szarv, ami a hátából nő ki. Ilyen megfontolásból kerülhetett a rinocéroszra az a bizonyos második szarv, ami aztán védjegye lett a düreri ábrázolatoknak. Egy hegyes csigaházhoz hasonlít leginkább szakszerűbben orsós csigának hívják, hivatalosabban meg Klausideinek, ami ráadásul feltűnően hasonlít az unikornis ábrák csavaros egyszarvához. Ígértem, hogy a második szarv kapcsán visszatérek még Valentin Fernandezhez, árt föl dr. Narvál, de előtte szusszanjunk egyet. Töltött az odakészített ásványvízből, és föltette az ilyenkor szokásos, ám többnyire fölösleges kérdést, maradt-e valakiben homály az elhangzottakkal kapcsolatban. Volt néhány nehézkes kérdés, ám nem akadt köztük, amelyik érdeklődésedre számot tarthatna olvasom. A professzor emeritus azért érezte szükségét a hatásszünetnek, mert az itt következő részre volt a legbüszkébb. Az eddigieket többnyire mások előadásaiból, kultúrtörténészek dolgozataiból szedegette össze, amit azonban a második szarv kapcsán kigondolt, teljes egészében saját lelemény. Noha nem publikálta, legalábbis komolyabb nemzetközi fórumokon még nem, mégsem félt beszélni róla, hiszen az előtte ülőkről nemhogy plágiumot nem feltételezett, de azt is alig, hogy maradéktalanul felfogják magyarázata nagyszerűségét. A szőke doktorandusszal persze más a helyzet, futott át az agyán, ő meg fogja érteni, számított is rá, hogy megérti, de tőle elismerés várt. Neki a tetszésére számított, előtte imponálni akarta, kedvében járni, amiért bármilyen kockázatot vállalt volna.
Visszatérve tehát Valentin Fernandezhez, törölte le a tábláról a Plinius szöveget, rajzolni kezdett. Emlékeznek ugyebár két szarvról írt Dürernek, két rinó tülökről, holott tudva levő, látni fogják önök is hamarosan, amikor az állatkert új szerzeménye megérkezik, az indiai rinocéroszok egyetlen szarval rendelkeznek, amelyet itt az orrukon hordanak. Azt a fura pótszarvat, ami egyébként a metszet legtöbbet emlegetett különbsége, sajna az állatkertben nem fogják látni. Itt kellene lennie, kanyarította oda az állat nyakszirtjére, éleset csikordult a kréta, de természetesen nem lesz itt. A művészek harsányan nevettek, és Diana hamvas, gyönyörű ajka és apró illedelmes mosolyra húzódott. Nem lesz ott nota bene a későbbi zoológiákban, az újkori bestiáriumok mindegyikében, így ezzel a pótszarval ábrázoltatnak az orrszarvúk, újabb egyed ugyanis évszázadokig nem érkezett Európába. A Dürer-féle ábrázolás lett az etalon. Elégedetten kezdte dörzsölgetni a krétaport a tenyeréről. Ellépett a táblától, hogy kevésbé takarja, és hogy távolabbról is szemügyve vehesse. Meg volt elégedve a tömegnek az arányok egyensúly, a tömegek az arányok egyensúlyban voltak, és a pótszarv hála az erősebben megnyomott krétának jól kivehető volt, kicsisége ellenére uralta a kompozíciót. A fura appendix, ez a különös szarvtoldalék egyébként koránt sem az egyetlen furcsasága a metszetnek. A páncélpartedli, a vértezett lemezeit határoló sorminták, a bordázat motívumai, a lábak páncélpikkelyes fedése, a páncélszegecs raszter, valamint az egész ábrázolat túlzó dekorativitása alapján egyáltalán nem kizárt, hogy ahhoz a bizonyos lisszaboni csatához bizony fölpáncélozták az állatot. Annak a későbbi Portugália majdani felvirágoztatását célzó feladatnak az ismeretében, amelyet szántak neki, s amely miatt kisvártatva újabb kitérőt fogok beiktatni, furcsa is lett volna, ha valami óvintézkedéssel nem igyekeztek volna az állat biztonságát fokozni. Mert az ugyebár egy dolog, hogy Plinius szerint a rinocérosz és az elefánt csatájában az előbbinek kell győznie, az meg egy másik, hogy vajon az elefánt is így tudja-e. Milyen szellemes voltam megint, állapította meg dr. Narvál, halván a művészek zajos tetszés nyilvánítását, és látván a lófarkas doktorandusz orcáján átsuhanó derűt. Minél tovább nézzük a metszetet, annál valószínűbbnek tartjuk, legalábbis én így vagyok vele, hogy egy felöltöztetett rinocéroszt látunk. Nem állítom persze, hogy Dürer is ezt gondolta. A vázlaton, amelyet kapott, nem volt erre vonatkozó jelzés, és a hozzátartozó levélben sem történt utalás ilyesmire. Jó hiszeműen látott munkához, és magától értetődő természetességgel vélte elszarusodott bőrdudornak a páncélszögeseket, pikkelynek a lábvért lamelláit, és második szarvnak a szuronyt az állat nyakára applikálva. Dürer, ha Portugáliában nem is, Itáliában otthonosan mozgott, vagyis lehetett némi fogalma a latinos ceremóniákról, ahol a felöltöztetett állatok nem csak hogy ritkák nem voltak, hanem alapelemnek számítottak, ám ő mégiscsak a higgadtabb észak gyermeke volt, sőt a magyar vérvonalokán a puritán keleti, így aztán meg sem fordult a fejében, hogy a vázlaton jelmezt lát. Újra töltött és megvárta,
hogy hallgatóiban leülepedjenek a hallottak. Amennyire messziről és szemüveg nélkül kivette, Diana is fölskiccelte profilból a rinót, hogy nyakszirtjére rajzolhassa a szóban forgó pót szarvat. Elégedetten dörzsölte össze a tenyerét. Ha az iméntieket elfogadják, folytatta, vagyis ha a metszeten nem egy pőre, hanem egy díszesen felpáncélozott rinocérosz látszik, az azt jelenti, hogy a kép a június 3-ai rendezvényre, az ormány kontra orszarv mérkőzésre utal, ebben az esetben viszont egy műfaji problémával is szembesülünk. A rinocérosz a természetrajzi ábrák kategóriájából átkerül az efemerák műfajába, olyan, mintha a lisszaboni palotajáték hirdetménye vagy plakátja lenne, igaz, post-factum plakátja. Ilyesmit akkor csinál az ember, ha megrendelik tőle. Találtam a Dürer környezetében felbukkanó pénzemberek között valakit, aki hamarosan sajátjaként fog dicsekedni a metszettel. Rabelais Pantagruel 5. könyvében említ egy Harry Kleberg nevű férfit, aki mutatott neki egy rinocérosz, de mivel Henry, vagy inkább Henri Kleberg azonos volt a nürnbergi illetőségű Hans Klebergerrel, aki mielőtt áttelepült volna Lyonba, Dürer szomszédja volt, sőt barátjának, Pirkheimernek a veje, biztosak lehetünk benne, hogy a mi metszetünket emlegetik Rabelais könyvében. A szinte folyton úton lévő Kleberberről elképzelhető, hogy ő hozta a Rino hírét annak idején Nürnbergbe, és róla, minthogy Európa egyik leggazdagabb bankárjának számított, azt is el lehet hinni, hogy komissiót adott egy grafika elkészítésére. Diana elnyomott egy apró ásítást, miközben a professzor épp a jegyzeteibe mélyedt. Talán a terem átlangyosodott levegőtlenségének tudható be, vagy annak, hogy a téma egyre érdektelenebb irányba fordult, na persze az is lehet, hogy az idősödő professzor kezdett fáradni. A szedelőszködő majd lábújhegyen kereket oldó grafikusokat sem vette észre, legfeljebb 4-en voltak, vagy ha mégis leszokott már arról, hogy ilyesmin bosszankodjék. Ha közbeszólhatnánk, azt ajánlanánk, zárja le egy-két összefoglaló mondattal az előadást, ugyan ki merne ilyesmit javasolni egy professzor emeritusnak, de szerencsére, mintha már ő is a befejezésen töprengene. Ha esetleg még valami kérdésük volna, volt megint néhány, de megint nem mutatlak velük, olvasom. Dr. Narval udvariasan és fölényesen, talán kicsi lekezelőn intézte el mindet. Diana persze észrevette, hogy bárki tegye is föl a kérdést, a professzor a válaszokat mind ő hozzá intézi, s még mielőtt a dolog másoknak is föltűnhetett volna, gyorsan kérdezett ő is valami általánosságot az 500 éves metszet és a kortárs művészetek összefüggéséről. Szalonkérdés, gondolták a művészek, tudom, te sem vélekedsz másként, lektorom. Dr. Narval azonban áradozni kezdett. Ó, igen, köszönöm a segítséget. Voltaképp azért vagyunk itt, hogy kijelöljük az utat a képtől a modern művészetek felé. Ha megengedik, átlátszó a többes szám, a doktoranduszon kívül már más nem létezik, egy kicsit távolabbról kezdem a választ. Először is válasszunk le a műről minden járulékos tudást és hozzáadott ismeretanyagot. Csak a pőre képet nézzük. Nagyjából A4-es lap, magasnyomó faducról fekete nyomdafestékkel nyomtatva. Három jól elkülöníthető részből áll, első az állat jobboldali profilból ábrázolt képe, második a neve, rinocérosz, harmadik pedig egy magyarázó szöveg, amely az állatot lexikonszerű tömörséggel igyekszik bemutatni. Vajon a három közelítés megfelel egymásnak? Vajon reprezentálja-e egyik
a másikat, vagy azért jelennek meg együtt, hogy közösen reprezentáljanak valami mást, egy megfoghatatlan ideát, ami csak bennünk jelenik meg a rinocéroszságról halva, szemlélve azt, olvasva felőle, töprengve róla. Hadd kockáztassam meg, Dürer a kivitelezés esztétikuma helyett a megjelenítés fogalmát próbálja megragadni. Az ábrázolás tárgyán felülemelkedve az ábrázolás nyelvének definiálására tesz kísérletet. Úgy is mondhatnánk, a művészet helyett a művészet filozófia területére téved. De valóban tévede? Véletlenül gabajodik-e a tautológia hálójába, vagy szánt szándékkal követi el a határsértést? Mielőtt válaszolok, emlékeztetnék rá, hogy Dürer a vizuális és a verbális nyelvnek egyaránt mestere volt, nagyon is foglalkoztatta a két médium összhangja. Szóba is hozza a Festőinasok tápláléka című írásában. Az, amit látsz, az mindig hihetőbb számodra, mint amit hallasz. De amit hallunk is, meg látunk is, azt jobban megértjük, és tovább megtartjuk. Ezért egyesítem a szót a képpel, hogy jobban meg lehessen jegyezni. A festőinasok micsodája? Kérdezett közbe a jegyzetelésben egy pillanatra elakadó Diana. A festőinasok tápláléka diktálta le újra a professzor, de a vizuális képmás helyett hadd használjam a konceptuális képmás fogalmát. Az alkotó nem azt rajzolja, amit lát, hanem azt, amit tud, hiszen Dürer tényleg nem látott rinocéroszt, sőt arról, hogy egy róla rajzolt vázlatot látunk volna, sincs más bizonyíték, legfeljebb az, hogy a nyilvánvaló pontatlanságok ellenére is meglehetősen szabatos ábra került ki a kezéből. A sosem látott, ám nyilvánvalóan létező állat lerajzolása során szembesülnie kellett a ténnyel, hogy a műalkotás és a valóság között épp úgy ellentét feszül, mint ahogy a valóság és a szavak között. Tudatosult benne, hogy a nyelvi megjelenítés és a képi ábrázolás ugyanannak a dolognak a vetületei, úgy is mondhatnánk a valóság vetületei, a valósági, amiről némelyik görög autor azt írta, hogy csupán ilyen vetületek révén közelíthetjük meg, sőt így sem igazán, inkább csak különféle árnyékok és tükörképek közt tapogatózhatunk. A kézreálló valóság, a szarvasbogarak, a denevérek, a tapsifüles nyuszik könnyedén megjelenített valósága egyszerre megkérdőjeleződött, illetve biztosabbnak tűnt az a több irányból történő koncepciózus bemutatás, amelyre az új rinocérosszal most első ízben vállalkozott. Protokonceptuális munka juthat eszükbe azoknak, akik jártasak a 20. század második felének művészetében, és képesek felidézni mondjuk a Kossuth-féle székügyet. Szánakozva pillantott a művészek felé. Arról az elhíresült, már-már kultikusnak számító munkáról beszélek, fordult újra Dianához, amely egy valódi szék mellé kitett székfényképből és székszócikkből áll, s amelyet a konceptuálisnak nevezett művészeti mozgalmak alapműveként tartanak számon. A Kossuth-Dürer összevetés kapcsán persze föltehetné a kezét bárki, hol itt az igazi szék, szóvá tehetné, hogy a Düreri hármas tautológia voltaképp csak két és feles, a vizuális megjelenítéssel két szöveges áll szemben, a referencia tárgya pedig hibálcik, tudnélik a kézzel fogható lény nem része az együttesnek. Egy igazi rinocérosz kéne. Talán egy darabja megfelel. Meg kell jegyeznünk, hogy a föltenni a kezét felszólítás hatására senki nem emelte fel a kezét, sőt újabb művészek távoztak, szám szerint öten, az utolsó ráadásul nyitva felejtette az ajtót. A lelkedbe látok, olvasom, tudom, miféle szándék ébredezik benned a nyitva hagyott ajtó láttán.
láttán, de ha már eddig kitartottál, éppen a pótszarv közepén jársz, de tényleg akár utána is számolhatsz, akkor bírd ki már végig. Na jó, ha mégsem maradsz, akkor legalább óvatosan csukd be magad mögött a könyvet. Ugye emlékeznek még arra a hatalmas szarvra, amelyet Dürer Formschneiderének, Hieronymus Andreának hozott Hollandiából, folytatta dr. Narvál. Semmi ingerültség nem volt a hangjában, bár az ajtó, amit végül mégiscsak ő csapott be, vagy ő is becsapott, egy kicsit hangosabban szólt annál, mint ahogy tervezte. Ha húsvér rinók nem is, rinocérosz szarvak már eljutottak Európába, s díszei lettek a korabeli wunderkammereknek, vagy drága vágyfokozó afrodiziákumként, mintha az újra jegyzetelni kezdő Diana fölpillantott volna, próbálták közvetíteni egykori gazdájuk gerjedelmét. Arról ugyan nincs adat, hogy a rinószarvat valamelyikük, a metsző vagy a rajzoló odaállította volna az ábra mellé, de képzeletben, a gondolatkísérlet szintjén, ami ugyebár konceptuáliséknál fontosabb a bevégzett műnél, kétségkívül megtörtént a dolog. Talán nem érdektelen megemlíteni egy másik, nehezebben észrevető, a tetszik titkos jelet is, ami ugyanúgy része a mű egészét jelentő komplexitásnak, mint az előbb említett emlék, ez a vízjel. Dürer és Andrea olyan papírost választott a nyomtatáshoz, amelyen, ha fény felé fordítjuk, egy körbefoglalt horgony rajza látszik. A korabeli papírmolnár szimbólumát, biztonság, hűség, hit felülírja a felhasználás tematikája, esetünkben a tengerről érkező állatot jelképezi a vízjel horgonya. A rinószarv, rinóábra, rinócímszó, rinószócikk, rinóvízjel együttesben pedig már a legkényesebb koncept ínyencek sem lelhetnek kivetni valót. A művészet új kontextusba kerül, először jelenik meg a korunkra általánossá váló filozófia, amely szerint a művészetről szóló kinyilatkoztatások és a művészettel kapcsolatos analízisek azonosak magával a művészettel, vagy egyszerűbben szólva, a művészeti problémák alapvetően nyelvi természetűek. Diana leírta, a művészeti problémák alapvetően nyelvi természetűek. Ha komplikálni szeretném a kép és a nyelvi megjelenítés közti különbségtételt, hadd emlékeztessem arra, hogy a képi ábrázolat, például Dürer metszete, és a nyelvi, például Plinius írása sokkal jobban hasonlít egymásra, hiszen fehér papíron megjelenő fekete vonalak és foltok szisztematikusan rendezett halmaza mindkettő, annál, ahogyan bármelyikük hasonlít arra a nagyon különböző kiterjedésű, súlyú, színű, illatú, hőmérsékletű, tapintású és dinamikájú valamire, amire szintén azt mondjuk rinocérosz. Diana aláhúzta az imént leírt mondatot, sőt, mintha egy felkiáltó jelet is odabiggyeztett volna valahova. Dürer nem csak odaírja a címet, rinocérosz, de jót is áll érte. Odailleszti a cím alá a védjegyet, a nagy A betűbe passzított D-ből álló monogramot, amely még az ő öntudatos képszignáló szokásához képest is hivalkodóan nagy. Hiteles a rinocérosz, nem más állítja ezt Albrecht Dürer. Mintha a kapitális A ajtófélfái közt állna a D, vagy onnan lépne elénk. És valóban ajtót is jelent az A betű, a magyarországi ajtós települést, ahonnan apja származott, németül Tür, ami a kiejtés során változott Dürré, majd Dürerré. Hogy a szignó egyúttal piktogram is,
azaz ajtó felismerhetőbben ábrázoló családi címerre pillantva válik világossá, és így már talán nem is tűnik annyira önteltnek a képlet szavakra fordított jelentése, én, Albrecht Dürer, ajtót tárok neked, hogy az általam rajzolt világba léphess. 500 év múltán persze átértékelődnek a képnézési szokások, az akkoriban nagyon újnak, sőt modernnek számító magas nyomású technika, a femetszés és a hozzá tartozó ropogós, kontrasztos formanyelv kiment a divatból. Archaikus kordokumentumnak számít, ahogyan az akkor fölfedezett újvilági csodaszörnyet, az orszarvút is ma már egy kipusztulás szélére jutott őslénynek látjuk. Ha sokáig nézik, ha megismerkednek a történetével, a sorsával, észrevehetik benne a szimbolikusat. Ugye nem kell magyarázni a komolykodó szemlélődés közben elősejlő, finom öniróniát sem. Ez a nehézkes, döccenve mozduló, kihalófélben lévő teremtmény, igen, ez maga a fametszet, a grafika, a kézműves illusztráció, egy szóval az önök szakmája, már csak 9 művész volt a teremben, az egyik ráadásul aludt. A kézi munka szép esetlegességében, az elrajzolásokban, a megcsúszó késnyomában, a kitört vonalperemben, az elkent festékfoltban egy kicsit ott van ő is. Bizonyára tudják, hogy a legújabb komputer programokban már beépítenek apró döccenéseket, véletlen zajokat, hogy élőbb hatásúak, hogy egy kicsit rinocéroszasabbak legyenek. Talán az önirónia része a monogram és a cím alatt. Tessék csak összeolvasni. Rinocéros AD, vagyis Albrecht Dürer a rinocérosz. A melankólia mélabús önarcképét követően megcsinálta játékos gunyoros hasonmását is. Ez vagyok én, ismerjetek fel, lássatok meg így is, a kérkedőknek, a gőgösnek, a rátartinak vélt monogram szép csöndesen az ellentétébe fordul, az alkotó mosolyog magán, közszemlére teszi, mint egy kiszolgáltatja önnön rinocérosságát, és alig ha bánja, hogy mások is megmosolyogják. A rinocérosz évében már érett férfi, egyre kevésbé emlékeztet ifjonti idealizált önarcképeihez, és egyre jobban hasonlít ahhoz a portréhoz, amelyet a tanítvány kollega Erhard Schönmetz majd róla halála évében. Nehéz súlyú, busa, birkózó profil, konok rinocérosz tekintet, és grandiózus orr, sőt, orrozat. Találkozzunk holnap, ajánlotta a professzor, amikor az előadás végén a doktorandus odament hozzá. Úgy érezte az intelligens hölgy, eper rózsaszín ajkak, többet érdemel egy előadás végi futólagos konzultációnál az álmosan lézengő és ostoba kérdésekkel előhozakodó művészek között. Mit szólna, ha nem is az egyetemen jönnénk össze? A lány egyetértően bólintott. Először a Dürer emlékkönyvben megjelent esszé külön nyomatát, Erhard Schön fekszírbildjei akarta magával vinni, de az elhamarkodottan beírt ajánlást valahogy ózsdinak tartotta és tolakodónak. Kerülhet-e méltóbb kezekbe e Schön cikk, mint a szép diánáéba? Arról azért, hogy később egyszer átadja, nem mondott le, úgy képzelte, hogy randevúk hosszú sorra veszi majd kezdetét a bálna teraszán elfogyasztott fagylaltok után. Dianának készcsókkal a halhatatlan rinocérosz kihaló félben lévő pásztorától. Ezt már egy önálló könyvbe írta, állatábrázolásuk a reneszánszban, de szerencsére a címoldal előtti lapra, amit egy zsilettel észrevétlenül el lehetett távolítani. Szellemes akart lenni, de csapnivaló lett. Nem szabad ömlengeni, valami egyszerű kell, a kevés ilyenkor több.
szép Dianának dr. Narvál. Az aláírás olyan lett, mintha egy indexet írt volna alá, hogy mégse legyen annyira hivatalos, a név mögé végül még odaírta a keresztnevét is, de véletlenül egy másik tollat kapott föl egy zöldet. Hiába húzta alá két lazának szánt mozdulattal Diana nevét, sütött az egészről a bizonytalanság. Mivel nem volt otthon több saját könyve, és sürgette az idő, ajándék nélkül ment a bálnába. 13:34 múlva érkezett a lány, és mosolyogva tette elé az állat ábrázolása reneszánszban egy újszerű példányát. Megtenné kérem, hogy dedikálja? Hogyan szólítsam benne? Próbált meg időt nyerni a professzor, hát ha eszébe jut valami szellemes. Lehetek egyszerűen Dia. Egyszerűen Diának valami nagyon bonyolult, írta a professzor, és a biztonság kedvéért egy kis smiley fejet is rajzolt a sor végére. Jé, milyen hosszú alsó hurkokat használ, olvasta egy grafológus komolyságával a doktorandusz, s oly természetesen, hogy dr. Narvál csak percekkel később vörösödött el, amikor már nem volt értelme elvörösödni. Dia bodza szörpöt kért, és olyan fagylalt kelyhet, amelybe apró pálmafa volt szúrva. A professzor is fagylaltot rendelt, de papíresernyővel. A lány rózsaszín topban, koptatott szűk farmerban volt, kivillanó köldök piercing és tornacipőben. Az előző napi magas sarkú helyett, amit dr. Narvál neki szóló személyes gesztusként értékelt. Oly hálás volt érte, hogy a latin szakos kékharisnyákkal kapcsolatos aforizmával, amin pedig annyit törte a fejét, nem is állt elő. Ahogy már említettem, egy körülbelül 400 szavas latin szövegben rábukkantam néhány magyar szóra és egy összefüggő értelmes magyar mondatra. Jó ideje foglalkozom ezzel az egyetlen mondattal. A nyelve hegyére vett egy gyűszűnyi pisztácia fagylaltot, a nyelve is szamóca színű volt. Hadd olvassam fel, aztán elmondom, hogyan kapcsolódik a dolog az ön témájához. Dr. Narvál hátradőlt, ebből a távolságból szemüveg nélkül is élesebben látta a lány száját. Az gyönyörűséges firmamentum csillagainak vizsgálására való furmányos masinában elrekkentve ül vala a spispek designót csináló mestere. Arra gondoltam, és ebben a témavezetőm Hornig Demeter is megerősített, hogy itt egy kamera obszkuláról van szó. Az a bizonyos furmányos masina, amiben a rajzoló ül, egy ilyen sötét kamra, tudja az a szerkezet, ami megkönnyíti a rajzolást. Dr. Narvál hagyta, hogy a doktorandusz elmagyarázza, hogyan is működik a kamera obszkura. Annyit jelent sötét szoba, egy apró lyukon áramlik be a fény, a szemben lévő falon a külvilág fordított állású kicsinyített képe jelenik meg. Ha oda tesznek egy papírt, akkor körbe lehet rajzolni azt, ami kint van, mindent. Például egy orszarút. Habár vannak, akik Platón híres barlang hasonlatát is összefüggésbe hozzák a kamera obszkurával, de a széleskörű elterjedés, a művészi ábrázolásban való hasznosulás csak a reneszánsz idején kezdődik meg. Eddigi tudásunk szerint a kamera obszkura első pontos leírása egy Gemma Frisius nevű holland fizikusnak egy 1545-ben írt művében fordult elő, mint a napfogyatkozás vizsgálatára kitalált megfigyelő eszköz, az általam megtalált anyag viszont jóval korábbi, s bár dátum nem szerepel az íráson, a benne leírt esemény időpontja mégis pontosan meghatározható. Dr. Narvál annyira belefeledkezett a csillogó rózsaszín szájszerv megfigyelésébe, hogy alig vette észre, hogy meg kell szólalnia.
meghatározható? Igen, éppen ezért kerestem föl önt, hogy együtt pontosítsuk az időt. Együtt. A szöveg latinul írt részéből kiderül, hogy Rómában vagyunk, hogy tél van, és hogy a tömeg egy hajót vár, amelyen egy ismeretlen állat fog érkezni, valami egzotikus lény, egy titokzatos bestia, ami fontos ajándék a pápának. Nagyjából ennyi. Az érkező állat miatt vitték a helyszínre, a kikötőbe, a kerekekre szerelt kamera obszkurát. Azt szeretném, ha megerősíteni, hogy az állat az orrszarvú, hogy azt várják, az ön rinocéroszát, ha megengedi, hogy így mondjam. Kedves, de legyen inkább a Dürer rinocérosszal, korrigált szerényen a professzor. Ha a pápának küldött egzotikus állatról van szó, akkor a pápa bizonyára 10. Leó volt, aki imádta a furcsa lényeket, és mivel ezt mindenki tudta róla, el is halmozták ilyenekkel. Ott volt például Hannó a fehér elefánt, amit a beiktatásakor kapott a portugál királytól, ugyanattól az Emmanueltől, aki a rinót is küldte, aztán ott voltak a gepárdok, a leopárdok, a perzsaparipák. Talán amit mondtam, hogy tél van. Sajnos ez sem segít, Hannó is télen érkezett valamikor februárban, hogy a pápa március elején történt koronázására már ott legyen, esetleg valami más adat. A latin szöveg említi, hogy a francia király is látta, vagy látni akarja, itt nem világosak az igeidők, az állatot. Ó, igen, ez már segítség. A Lisszabonból induló hajó 1516. január 24-én kikötött Marseille-ben, pontosabban If-szigetén, ahol partra is tették a rinót, hogy a hivatalos programjait megszakító és direkt ezért odautazó francia király első Ferenc, sőt udvartartása is láthassa, majd továbbindították Róma, illetve Porto Venere felé, ahol ugyebár, tehát a kamera obszkurával, igen, valószínű, hogy a rinocéroszt akarták lefényképezni. Mint zoológiai érdekesség is méltó volt a megörökítésre, de talán ennél is fontosabb a politikai motívum. Politikai. Az. Emlékszik talán, hogy az előadásomban utaltam már rá, hogy a lisszaboni király valami nemes Portugália felvirágoztatását célzó feladatot is szánt a rinocérosznak, de aztán elfelejtettem elvarni a szálat. Nos, első Emmanuel, akit a történetírás szerencsés Emmanuelként is emleget, notabene esetünkben a szerencsétlen előnév kifejezőbb lenne, azért küldte tovább a rinocéroszt Rómába, mert a pápától függött, mekkora gyarmatokhoz jut Portugália. 1494-ben az akkori pápa, 6. Sándor szentesített egy megállapodást, ez volt az úgynevezett Tordesillasi szerződés, amely a világot a két gyarmatosító, Portugália és Spanyolország közt felosztotta. Csakhogy a rákövetkező 20 évben olyannyira megváltozott a világ, oly sok új földet fedeztek föl, hogy esedékessé vált a dolog újra tárgyalása. Emmanuel tudta, hogy a rinóval korrumpálható a pápa, hiszen Hannónak a beiktatásakor küldött fehér elefántnak is örült, sőt, ugrált örömében, pedig elsőre micsoda merészségnek tűnt elefánton ingerelni az elefánt méretűre hízott szentatyát, de azt is tudta, hogy sietnie kell, nehogy az agyafurt spanyolok még különlegesebb bestiával kenyerezzék le ő szentségét. A sietségnek tudható be, hogy nem várt tavaszig, és a mindig kiszámíthatatlan januári tengeren indította útnak az értékes rakományt. Ó, szegény! A zoológiai tankönyvek adatát, hogy tudnélik az orrszarvúk kiváló úszók lennének, sajnos a tények nem igazolhatták, ott voltam első lávára csomózva az a bizonyos békjó, amelyet Burkmair és Penny metszetéről már ismer,
esélyesen volt szegény párának a menekülésre. Az örökváros kikötőjében összesereglett kíváncsiskodóknak, köztük az ön sötét kamrába bújt rajzolójának, be kellett érniük a piaci árusok rinnó csecsebecseivel, a metszetboltok nyomataival és a városszerte terjedő rémtörténetek cizellált tovább görgetésével, mely szerint a bestia valójában láthatatlan, csak az igazán szentéletű férfiak és a valóban ártatlan szűzek azok, akik látását kiérdemlik. Gyönyörű novella téma lehetne, csettintett elismerően a lány a rózsaszínű nyelvvel. Kik láthatják az állatot, és kik azok, akik csak eljátsszák, hogy megjelenik nekik. Vannak források, folytatta körülményeskedve a professzor, amelyek tudni vélik, hogy a vízbe fúlt rinocéroszt végül megtalálták, kitömték, s így juttatták el a pápának, és most a Vatikán képzőművészeti műhelyének egy eldugott raktárában porosodik. Talán még nem ment ki teljesen a divatból az a régi szokás, hogy az ottani grafikusok, főleg a fametsző tanoncok, háromlábú székre állva, lábujjhegyre pipiskedve, az állat hatalmas orrszarvát megmarkolván, annak nagy busa fülébe suttogják esküjük titkos szövegét. Diana hosszasan kacagott, a professzor hazafelé villamoshozva arra gondolt, mi mindenre lenne képes, hogy újra lássa ezt a gyöngyöző rózsaszínű kacagást. Nem volna kedve összeütni egy előadást a konferenciára? Elmondta, hogy egyetlen női előadó sincs a résztvevők közt, leszámítva a 80 éves Paula Sarvinent, aki valamelyik téli olimpia sífutó versenyén a férfiak közt lett dobogós, és bizonyára a téma is felvillanyozna a hallgatóságot. Na persze, szükség lesz egy hangzatos címre, mit szólna ehhez? Orrszarvú a sötét kamrában. A lány nevetését megpróbálta beleegyezésnek értelmezni. Esetleg holnapra összerakhatná a vázlatot. Ha akarja, leülhetünk délután ugyanitt, hogy pontosítsunk. Holnapra már van programom, sajnos nem megy. De tudja mit? Jöjjön inkább el ön. Igen, inkább én hívom meg magát. Persze csak, ha van kedve hozzá. Miért ne lenne? Pedig még azt se tudja, mire hívom. Egy felvonulás lesz, olyan demonstrációféle. Dr. Narvál nem akart konzervatívnak látszani, könnyedén vetette oda, ahogy a diákoktól hallotta. Oké, és persze. A Budapest Pride-ról hallott már? Ne! Szaladt ki azonnal a professzor tátva felejtett száján, ahol azok a... Látszott, hogy a megfelelő szót keresi, bár alig, hanem ha megtalálta volna, akkor sem lett volna képes kimondani. Ugyan ne nézzem már ilyen rémülten, nevetett a lány. Ez alapvetően egy kulturális fesztivál, jöjjön csak el, majd meglátja. Másnap 14:30 egy taxiban várt Narvalra a ház előtt. Diana elől, a professzornak mögé kellett ülnie. Hornik mutatkozott be a másik hátsó üléses. Az adjunktus rövid nadrágban volt, és egy ciklámen szín ujjatlan trikóban. A meleg büszkeség napja, szólt hátra a lány, ugye otthon hagyta az előítéleteit. Lebarnult bőrén hátul a két lapocka közé egy rinocérosz volt tetoválva. Ott lehetett korábban is. Professzor biztos volt benne, hogy a szőke lófarkat azért tűzte kondyba, és azért az első ülésen ül, hogy ő észrevehesse a tetoválást. Hornik előtt nem akarta megkérdezni, vajon az előadás után csináltatta-e, vajon miatta, vajon neki.
Az összetorlódott tömegben már képtelenség lett volna beszélgetni. Akkora lármát csaptak a sípokkal, kereplőkkel felszerelt ellentüntetők. A professzor emeritus kínosan vigyorgott, és némán mozgatta az ajkait, mindegy volt, mit mond, úgysem lehetett hallani a fülsiketítő zajban. Eldarálta a Hiszek egyet és Lenin életrajzát oroszul. Az úttörők 12 pontjába belesült, ott, hogy az úttörők bátor és fegyelmezett, de nem volt jelen, mert a lány és Hornik úgysem figyeltek rá. A kordonok mögött üvöltő hadonászó népeket ingerelték, vigyorogva emelgetve feléjük a középső ujjukat. Dr. Narvál leszekte a fejét, és arra gondolt, hány fényképen, videófelvételen fog majd szerepelni. Legalább egy kalapot hozhatott volna, legalább egy napszemüveget. Nem bánom, dolgozza ki a Shelley vonalat, mondta dr. Narvál, nem túl lelkesen, nem árt, ha van egy pót előadás, ha esetleg valaki az utolsó pillanatban lemondaná. A dolog előzménye az volt, hogy 3 nappal a Pride után Diana szörpözni hívta a professzort, hogy elmondja, vállalja a kamera obszkuráról szóló előadást, a címet egyszerűsíteni. Rinó a masinában, sőt valamivel ki tudná egészíteni a professzor témáját is, talált ugyanis egy idézetet a Macbethből, a disszertációjában Shakespeare-rel is foglalkoznia kell, a páncélos orszarvú megjelenéséről, Banquo kísértetét szólítja meg így Macbeth, inkább páncélos orszarvú alakban jöjjön, az sem borzalmasabb, mint az a szellemalak, amelyben megjelenik. 1606 körül írta Shakespeare a drámát, és bár hírehamva nem volt még orszarvúnak a szigeten, az első 1684-ben érkezik majd, biztos lehetett benne, hogy a londoni nézők lelki szeme előtt, hála az ott is közismert Dürer metszetnek, megjelenik a fölpáncélozott példány. A saját előadás mellett, amelyet dr. Narvál már eleve biztosnak vett, a lány a meleg felvonuláson megismert témavezetőt, PhD Hornig Demetert, tudja professzor úr, az ő javaslatára jutottam el eredetileg önhöz, is beajánlotta. Elmondta, hogy az adjunktus magyarra fordított, egy nemrég felbukkant, és minden valószínűség szerint Shelley tollából származó költeményt. A vers 1818-ban vagy 1819-ben Itáliában íródott, az Ode to the West Wind hangvétele figyelmehető meg rajta, és a forma, a jambikus pentameter, továbbá a tercinák is a híres verset idézik. A címe Ode to the Best, óda a rinocéroszhoz. A 3 évszázaddal korábban, 1516-ban vízbe fúlt orszarúra emlékezve írta, de a kutatók tudomása szerint sosem publikálta. Elég érdekes, tartalék előadásként talán számolhatok vele. A bizonytalan pót előadás gondolata nem nagyon hatotta meg Hornikot, a következő szörpözésen váratlanul, állítólag Diana tudtával, ő is megjelent, hogy kifejthesse, miért lenne nagy szenzáció fellépése, illetve miért volna fontos a konferencián a Shelley szál fölerősítése. A nemzetközi előadók biztosan fölkapnák a fejüket. Miért is kapnák föl a fejüket? A koincidencia miatt. Hol van itt a koincidencia? Mert éppen ugyanott a Ligur-tengeren, Porto Venere közelében a Spezia öböl torkolata előtt fúlt vízbe az ön orszarvúja, pont ott, ahol az én költöm Percy B. Shelley is a tengerbe veszett. Tragikus egybeesés, ugyebár már így önmagában is. Ami még különösebbé teszi, hogy halála előtt megírta az óda a rinocéroszthoz. Akarja hallani?
A professzor bizonytalanul a doktorandusz felé pillantott. Diana már ismeri, nyugtatta meg Hornik, mindjárt szavalom, de előbb hadd mondjam el, mire is fut ki az előadásom. Shelley hajótörése nem baleset volt, a költő szándékosan kereste a halált. Most nem kezdem listázni az életrajzból az előzményeket, de higgye el, angolul mondjam, vagy magyarul? Talán inkább. Rendben, magyarul. PhD Hornik Demeter fölállt, megköszörülte a torkát, amire persze az artizán minden vendége feléjük fordult, és a pincérek is abba hagyták a felszolgálást, és szavalni kezdett. Szarvorrú, szörnyó, te rinocérosz, áradó, hab és habzú fellegek, vad, förgeteg, nyers, nyugati szélhoz, világvándor a zord hullámhegyek sörényén, enged, vitorlát hajód, kormányod s majdan horgonyod legyek. Áradó szellem, álmot és valót egymásba sodró tajtékszó elem, örvényébe a lesz, a van, a volt, véled ráncsom be, zúgó szerelem, gyönyörök tülke, fénylő szaruszarv, klein kancsóhol tér teret terem, rettentő füllel ott lenn hald a dalt, hol holt a hold, s árnyék a véle halt. Dr. Narvál figyelmét nem kerülte el, hogy a lány a márványasztal sarkán az ujjával, ma világos zöld körmök, dobolta a taktust, majd átszellemülten nézett a professzorra. Lehet, hogy a múltkor más színű volt a szeme? Ugye milyen zseniális? Jó, nem bánom, megpróbálom bepasszírozni, mondta dr. Narvál, bár tisztában volt vele, nem lesz könnyű elintézni, hogy a kedd esti fogadás a főpolgármesternél 7 helyett 8-kor kezdődjön. Átfutotta a fején, hogy a polgármester titkárnője mellett szólni kell Quarney professzornak és a Kleberger téma előadójának, Kornevics vagy Kornovics, hogy kevesebb idővel kell berérnie, valamint meg kell kérnie Kajetán Rogovit is, hogy húzza meg a Jób könyvéről szóló részt, máshogy nem fér be Shelley. Érdekes téma, de egy bő negyed óra alatt azért elintézhető, hogy Diana meg az adjunktus lássák, miféle áldozatokat kell hoznia, meg persze tisztában legyenek azzal is, hogy milyen körültekintően a rinocérosz téma összes elágazását, milyen minden tudománnyal kapcsolatos vetületét figyelembe véve tervezte meg a programot, elkezdte fölvázolni a szlovén kolléga előadását. Szolgál-e néked az orszarú, vedhetsz-i pányvát az orszarú nyakába, rátestálhatod-e munkád az orszarúra? Ugye nehéz elhinni, hogy ezek a mondatok Luther bibliájában vannak, a héber eredetiben Reim néven szereplő lényt, bikának, tuloknak, bivajnak szokták fordítani, Károli Börényt, Káldi vadmarhát ír, Luther azonban azt mondja, Reim legyen a rinó, hiszen a szöveg üzenetét, hogy tudnilik, mekkora képtelenség lenne, ha az úr vad és független teretményei úgy szolgálnák az embert, mint valami háziasított napszámos, sokkal szemléletesebben jeleníti meg a rinocérosz, mint bármi más. Ahhoz azonban, hogy Luther a német fordításba nyugodt szívvel beírhassa, az kellett, hogy a németek ismerjék az orszarvút. Na itt jön a képbe a szlovén nyelvész elmélete, amit éppen nálunk a budapesti konferencián akar igazolni. Rogovi professzor szerint 1515 előtt senki nem ismerte, 2 évtized múltán, amikor a fordítás kijött, már mindenki pontosan tudta, miféle állatról van szó, azért tudták, mert látták Dürer metszetét. Diana és Hornik elismerően bólogatott, bár nem látszott rajtuk, Hornikon főleg nem, hogy különösebben meg lennének hatva, hogy miattuk lesz megkurtítva a jeles szlovén tudós német nyelvű előadása.
A portugállal is kéne beszélni, jutott még eszébe dr. Narválnak, a nevére nem is emlékezett, aki saját költségén repült Budapestre, hogy Continuo kapitány sorsát megossza a rinókutatókkal. Valahogy meg kéne értetni vele, hogy a rinocérosz konferencia témájához legfőjebb mellékesen kapcsolódhat, úgyse nagyon, hogy az egyébként híres hajóst, aki Indiából Európába hozta az állatot, egy későbbi útja során Brazília indiánjai megsütöttek és megettek. Majdnem annyira fölösleges, mint ennek a Horniknak a Shelley előadása, gondolta. Szóval meg fogom oldani, valahogy mondta, az adjunktusé helyett még mindig a doktorandusz tekintetét keresve. Köszönöm. Ha akarja, meg is oszthatom önnel diát, hallotta Hornik, hálálkodónak szánt, de mégis önteltre sikerült hangját, és elképett. Megosztani diát velem? Új, igen, miért is ne, vágta rá a férfi. Ott voltam, végigfotóztam a környéket, a Spécieöböl torkolatát, az egyik dián pont azt a partszakaszt látni, ahol a kettős tragédia történt. Bedigitalizálom a diát, és ha kapok egy e-mail címet, elküldöm. Kap, mondta a professzor, de aztán elfelejtette lediktálni a címet, ahogy elfelejtette megkérdezni azt is, mi a fene az a Klein kancsú. A homlokára kapott cuppanós dia puszi után tulajdonképpen mindenről elfelejtkezett. A témavezető azt is felajánlotta, hogy segít a szervezésben, jó kapcsolatai vannak az állatkertben, ráadásul a nagyvadak főápolója, valamilyen ágon rokona is. Jól jöhet még, mondta dr. Narválnak, aki Fokhegyről beszélt vele, éreztetve, hogy csak is a lány miatt hajlandó elfogadni az előadást. A konferencia utolsó napjára a Gundel külön termébe tartott közös ebéd utánra iktatták be az állatkertet. A délelőtti szekció záró előadása dr. Narváli volt, ebéd közben többen is az asztalához járultak, köztük az argentin Señor Cuernos, akinek a WWF szponzorálta az utazását, hogy gratuláljanak. Úgy tűnt, a Dürer-i pótszarv kapcsán kifejtett elméletet mindenki méltányolta. A délutánra tervezett vita nyilván csak formalitás lesz, hisz ellenvélemény nem ferült fel, vagy ha mégis csak tréfás formában. A fővárosi állat- és növénykert igazgatója az elefántos kapunál hűsítőkkel várta a csoportot, a meteorológia szerint az év legmelegebb óráira lehetett számítani. Prospektusokat osztogatott, és egy szavazó lapot, amelyen a konferencia résztvevői tehettek javaslatot az új rinocérosz nevére. Őt is megviseli a meleg, behúzódott az árnyékos épületben, de ne aggódjanak, ki fogjuk tessékelni, ilyen tudós társasággal sosem találkozott még. A gondozók láthatóan készültek az eseményre, a fölsepert és frissen föllocsolt kifutón még ott tekergett a zöld slag, verebek szürcsölték a tócsák vizeit, és a szomszédból kókat pelikánok figyelték az ingújra vetkezett tudósokat, meg egy csapat visongó óvodást, akik a sziaszta időre bezárt állatsimogatóból sereglettek át a nagyvad kifutóhoz. A doktorandusz, aki már az első nap megtartotta előadását, a hosszú taps alig ha csak a tartalomnak szólt, a töredékes magyar nyelvemlékekből nem sokat értettek a külföldi professzorok, engedélyt kapott rá, hogy bemenjen a kerítés túloldalára, hogy mobiljával szemből fotózhassa, talán videózhassa is a gyülekezetet. Dr. Narvál is készült valami beszédfélével, de amikor belekezdett volna, épp akkor sípolt egy hosszút a nyugatiból kifutó nyíregyházi Intercity, amire érkezett is azonnal a válasz trombitálás a szomszédos elefántházból. Hihetetlen, de mindig így csinálják, nevetett az igazgató. Nevettek a vendégek is, dr. Narvál pedig nem fogott bele
újra a beszédjébe, mert az igazgató már a tablókat mutogatta. Az alkalomra nyomtatott tablók 9 nyelven közölték az ismertetést a 9 nyelvterületről érkezett professzorokkal. Sós úr, a szavannaház főápolója, az alkalomhoz illő fehér ingben egy vödör almát öntött a kerítéshez legközelebb álló etetőbe, egy segéd pedig, talán ő volt Hornik rokona, egy hosszú rúddal bögdösve próbálta rávenni a rinót, hogy mutassa meg végre magát. Hosszú, izzasztó percek teltek el, míg a vastag bőrű celebiószág kegyeskedett föltápászkodni. Lomhán cammogott ki az etetőhöz, és épp azt a profilját mutatta, a jobb oldalit, amely Dürer metszetéről oly ismerős volt a professzoroknak. Állt, és súlyos oszlop lábain lusta hintázásba kezdett a tohonya hús-csont-bőr-szaru tömeg. A döbbenetet azonban nem a mérete okozta. Ott volt a nyakszirtjén a csavaros, kicsi pótszarv. A nem létező pótszarv, amelyről a délelőtti előadáson oly sok szó esett. Magától értetődő természetességgel volt ott, akár a régi bestiáriumok jól ismert illusztrációin, úgy volt ott, minthogyha el sem lehetne képzelni másként. A későbbieket mindenki máshogy mesélte, vagy más tartott fontosnak belőle. Volt, aki a mentő kiérkezéséig eltelt hosszú időről beszélt, volt, aki arról, hogyan taszigálták vissza az állatot a szavannaházba, Cirn professzor a csapkodó pelikánokra emlékezett, Adhark úr a visongó óvodásokra, Jan Hukacska pedig arra, ahogyan az igazgató pofozgatni kezdte dr. Narval elfehéredő arcát. Noha az újraélesztés sikeresnek tűnt, a professzor a kórházban 18 óra 56 perckor elhunyt, annélkül, hogy magához tért volna. Mivel a polgármesternél az esti fogadás nem maradhatott el, már így is többször át lett ütemezve, titokban tartották a dolgot, és csak később, már hazautazás után tájékoztatták e-mailben a konferencia résztvevőit. Dr. Narvalt az egyetem, a múzeum és az állatkert is saját halottjának tekintette. Továbbá fegyelmi eljárás indult a nagy vadrészleg szavannaházában dolgozó segédápoló H.J. ellen, aki közreműködött a rosszul sikerült tréfa kivitelezésében. Az eljárás a múzeumnak is megküldött dokumentum szerint írásbeli figyelmeztetéssel zárult. Az új rinocérosz nevére érkezett javaslatokat csak a temetés után összesítették. Legtöbben az Albrecht nevet ajánlották, amit később a professzor emeritus iránti tiszteletből Albertre magyarosítottak. Mivel az özvegy professzor dr. Narval Albertné PhD habil szegfű Irén egyáltalán nem érezte annyira nemesnek a gesztust, mint amilyen nemesnek szánták, végül a Berci név került a kifutó kerítésére csavarozott hivatalos tábla Rhinoceros unicornis alá.